Az Európai Unióban körülbelül 30 ezer tonna tormát termelnek évente, ennek a mennyiségnek pedig közel a fele Magyarországon terem. 2020-ban mintegy 1400 hektárnyi területen 12 ezer tonna torma termett hazánkban. Ennek nagy része itthon kerül felhasználásra, de sokat exportálunk belőle Németországba, az Egyesült Királyságba, Lengyelországba és Csehországba is. A torma hazánkban őshonos növény, termesztése elsősorban az Észak-Alföldön terjedt el. Jellemző fajták a debreceni édesnemes, a nürnbergi és az erlangeni. A torma betakarítása jellemzően október közepén kezdődik, és aztán hónapokon át zajlik. Megfelelő körülmények között nyersen is sokáig eltartható. Az élelmiszeriparban a torma gyökerét előszeretettel használják savanyított és ecetes tartósított készítményekhez ízesítőként egyedülálló íze miatt. A torma jellegzetesen csípős ízét a gyökerében lévő vegyületek okozzák, melyek nagyon hasonlóak a mustárolaj hatóanyagához. Ezek a vegyületek felelősek azért, hogy a torma fogyasztása közben könny szökik a szemünkbe, és az orrunkat is erősen ingerli. Ne csak a húsvéti sonka mellé fogyasszunk tormát, hanem az év többi részében is együnk belőle, hiszen sok jótékony hatása van szervezetünkre. A torma jelentős C-vitamin forrás, de gazdag káliumban, nátriumban, magnéziumban, kálciumban, hasznos ásványi anyagokban, flavonban és mustárolajban, illetve glikozidokat is tartalmaz. Nagyszerű baktérium és vírusölő, gyulladás csökkentő. Segít a nátha és a torokgyulladás tüneteinek csökkentésében, de serkenti az emésztést és segít a méregtelenítésben is.